Szervusztok, szájharmonikások! Ez a nagy dolog ebbe az új harmonikába, hogy minden hangot lehet hajlítani. Ezt én is csak most tanulom, és azért is akarom az iskolát fölrakni, hogy aki most kezdi el, az már rögtön ezen tudjon megtanulni. Én is most az első lépéseknél tartok, nekem is még döcög, akad, még koncerten nem is tudom használni mindig, de azért higgyétek el, hogy ez egy fantasztikus találmány. A rendes blues harmonikánál ezt nem tudtad megcsinálni. Tempóban is működik. Hát az óriási. Egyenes hát, daliás izomzat, kéztartás, megfújás, gyertya, és jön egy másik gyakorlat. A szívott második hangot keressük meg. Ez az, és arról a következő kis dallamot is keressük meg. És úgy játsszuk el, hogy minden egyes hang után ugorjunk vissza a szívott kettesre, tehát mutatom. Ezt sokszor ismételjük. Tehát tudjuk ezt, hogy... Ezeket tudjuk, és most már kezd szólni a hangszer. Több hét gyakorlás után a hangok kezdenek megszólalni. Az összes gyerekdalt, ami az eszünkbe jutott, azt már mindent elmuzsikáltuk, kezdve a szeretnék szántani, mert ez nagyon fontos. Keressétek ki a boci-boci tarkát, mert az az elején egy nagyon komoly nehézségű ördög trilla szonátának számít, mert a dur skálát kell rajta eljátszani, a dur mi fa szol la ti dót. Hát ami... Ebből lesz a boci-boci. Hát... Az elején ilyenekkel szórakoztassuk magunkat, és aztán utána, amikor már tartás, meg szépen szól a harmonika, akkor már majd kezdődhet a bluesozás is. Ezt az egy gyakorlatot akartam most fölrakni, lehet még egy kicsit muzsikálok nektek. És még akartam erről a harmonikáról beszélni, mert ez egyszerűen szenzációs. A blues harmonikán ez a hang, figyeljetek! Ez a hangban, és ez emiatt nem lehetett idáig népzenét játszani rajta, mert ezt nem lehetett lefele hajlítani. A hajlítást azt egyébként külön nagyon gondosan el fogom magyarázni későbbiekben, hogyha már ott fogunk tartani. De most itt ezt figyelj! Hát nagyon szépen köszönöm. Zombi, Brendan. Végén egy kicsit belekamusztam, de nem baj, mert még én is iszonyatosan sokat kell, hogy gyakoroljak ezen. Egyébként azaz, hogy a gyakorlás is ugyanazon a hangszeren történik, mint a koncertezés. Tehát én gyakorolni is ugyanúgy szeretek, mint koncertezni. Úgyhogy végre megint van okom rá, hogy az eddiginél is sokkal többet gyakoroljak. És ezt nektek is nagyon melegen és barátian szívből tanácsolom. Na, sziasztok!